Az MB2 délkeleti csoportjában szereplő Makó KC női kézilabda csapata ismét győzni tudott a jelenleg 7. helyen álló Szeghalom otthonában, akiket az őszi szezonban 2 góllal vertek meg. A mérkőzést végig a makóiak uralták, a 3. percben már 2 gólos előnyre tettek szert. A 12. percben egyenlíteni tudott a hazai gárda, a hagymavárosiak azonban 3 egymás után dobott góllal ismét megszerezték a vezetést. Az első félidő végére a gólkülönbség 7-re nőtt, a második játékrészben Sárkányék felváltva kapták és lőtték a gólukat. A remek védekezésnek és Máté Tóth Kata kapus teljesítményének köszönhetően az egész csapat kiemelkedő játékot mutatott. Ennek köszönhetően a félidei 7 gólos különbséget megtartva győzedelmeskedtek a Makó KC lányai. Így a mérkőzés gólzáporos győzelemmel zárult. Szeghalmi NKC Makó KC 29-36. A tavaszi szezon mérlege eddig 3 győzelem és 3 vereség. Nagy János Miklós csapata most szombaton hazai pályán csap össze a tabellán mögöttük álló Lajos Mizse együtt. A rangadót teljes egészében jövő héten tűzzük műsorunkra.